Szeretettel köszöntöm a képviselőtestületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős testületből 11 fő megjelent, így a képviselőtestület határozat képes, ezzel az ülést 14 óra 1 perckor meg is nyitom. Nincs jelen Ulbert Sándor képviselő úr, aki természetesen előzetesen jelentette távollétét, egészségügyi okok miatt van még mindig távol, sajnos. Még mielőtt belefognánk itt a napirendi pontok tárgyalásába, elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót kellene elfogadnunk. Ezzel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás esetleg, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a beszámolót, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. És akkor még mindig a napirendek előtt közérdekű bejelentés, kérdés, interpelláció nem érkezett. Ha nincs, akkor a napirend elfogadására tennék javaslatot. A kiküldött meghívóban jelzett napirend tárgyalását javaslom változtatás nélkül. Ezzel kapcsolatban... Hát ugye kiküldésre került az egyebek napirendi pontban egy újabb, de ez nem indokolja a napirend változtatását, tehát ezt az egyebekben tárgyalnánk, ezt a mai napon kiküldött előterjesztést. Szóval akkor szavazásra bocsátanám, ha nincs kérdés és észrevétel, a napirendet, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. És akkor most az előterjesztéseket, a napirendeket tárgyalnánk meg. Az első napirendi pontunk az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. évi önkormányzati rendelet módosítása. Ezt az előterjesztést ugye valamennyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra is javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ugye a negyedik módosításról van szó idén. Az indoklás az természetesen szerepel a szöveges előterjesztésben is. Alapvetően egyébként technikai jellegű módosításokról van szó. A Magyar Államkincstár által kiközölt előirányzatokat mutatjuk be az oszlopokban. A választókerületi céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések kerültek átvezetésre, illetve a DC Dunakom ZRT vállalkozási szerződés módosításának átvezetésére került sor a költségvetési rendeleten, és hát ugye ez a táblázatból is kiderül, hogy a bevételi előirányzatoknál milyen bevételekre tettünk szert, alapvetően ugye ilyen ágazati pótlékok, egészségügyi kiegészítő pótlékok érkeztek a MÁK kiközlés alapján, valamint szolgáltatások ellenértéke jelenik még meg, illetve a kiadásnál az előbb említett tényezők nyilván az ágazati pótlékok kerültek aztán kifizetésre, illetve a kiadási oldalon ezek jelennek meg. Ahogy az előbb említettem, valamennyi bizottság elfogadása javasolta a testületnek, ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló 26/2018. Évi önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet módosítására több oknál fogva került sor. Az első ilyen ok az az, hogy 2021. évi novemberi módosítás óta Paks belterületén több új utca is elnevezést kapott. Így a Panoráma köz és az Ezüstfa utca. Ez csak annyiban befolyásolta itt az egészségügyi
alapellátások körzetatárainak módosítását, hogy eddig is nyilván ezeket a területeket ellátásra kerültek ezek a területek is, most csak az utcanév változást kell átvezetni, tehát ez az egyik ok. A másik ok, ami miatt sor került, ez már egy kicsit talán fontosabb, az az, hogy dr. Barok József doktor úr, a 8-as számú házi orvosi körzetet ellátó házi orvos jelezte az önkormányzat felé, hogy felmentéssel szeretne élni az ESZI iskola egészségügyi feladatai alól. Mi ezt természetesen tudomásul vettük, és dr. Szilágyi Szabolcs doktor urat bíztuk meg az ESZI iskolaorvosi területen, iskolaorvosi ellátásával. Ennek a technikai megoldására került most sor itt a rendeletben, tehát ez került átvezetésre. A harmadik ok, ami miatt módosítani kellett, az a védőnői körzetek gondozotti létszámának aránytalansága. A kettes számú védőnői körzetben elég magas az ellátottak száma, a rendelet alapján megállapított 250 fő helyett 267 fő, és ez tartósan sajnos beállt erre a ellátotti körre. Így itt annyi módosítás született, hogy ebből a körzetből átcsoportosítottunk pár utcát a 6-os számú területi védőnői körzetbe. Néhány utcát át kellett csoportosítani, hogy ezt meg lehessen oldani. Úgyhogy ezért kell módosítani az egészségügyi ellátás körzetatárainak megállapításáról szóló rendeletet. A Humánpolitikai Bizottság, valamint a Jogügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a döntési javaslatot. Kérem, szavazzunk. Katai. Képviselő asszony. Köszönjük. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015 évi önkormányzati rendelet módosítása. Ugye legutóbb 2022 tavaszán módosítottuk ezt a rendeletünket. Ugye nagyon sok 2018-ban megkezdett munka lassan a végéhez közelít itt a lakásrendeletünk, vagyis hát ugye a lakásaink, bérlakásaink, bérlői jogviszonyainak kitisztázására elkezdett munka. Újabb jogcím nélküli lakáshasználatokat számoltak fel a nyár folyamán, így a bérlakások üresedtek meg, és már a felmérések kapcsán is kiderült számunkra, hogy itt több 10 millió forintot kellene egy-két olyan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra költeni, amely jelenleg bérlakás funkciót lát el. És már korábban is döntöttünk arról, hogy megszületett az az elvi döntés itt a képviselőtestületben, hogy ezen jobbára egyébként családi házakról van szó, ezeket az ingatlanokat értékesítenénk, ennek megfelelően ki kell vezetni a rendeletünkben a bérlakásokat ebből a rendeletből, tehát hogy ezek már nem szociális helyzet alapján bérbeadható lakások lesznek a jövőben. Ezt kellene most megtennünk. Itt a Fehérvári út 4/B/1, 4/B/2, illetve a Deák Ferenc utca 18/1/2/3, valamint a Haladás utca 32/A/B számú bérlakásokról van szó. A másik ok, ami miatt módosítani kell a rendeletet, az a Síp utca 5-ös számú ingatlan, most hát nem emiatt, hanem a 7-es számú ingatlan miatt, mert az 5-ös számú ingatlanban jelenleg ugye a nappali hajléktalanok nappali melegedője működik, és a Síp utca 7-es számú ingatlan, ez egy ikerházat alkot ezzel a Síp utca 5-ös számú ingatlannal, és a terveink szerint a megüresedett Síp utca 5-ös számú alatti ingatlant összevonnánk a Síp utca 7-es szám alatti ingatlannal, és így ez is a hajléktalanok ellátásba kerülne, bevonnánk a hajléktalan ellátásba, így nagyobb teret biztosítva ennek az ellátásnak. Egyébként a Síp utca
hetes szám, mal nem számolunk a későbbiekben sem, hogy bérlakás, tehát bérlakás gazdálkodás szempontjából egy szó mint száz nélkülözhető ez a Sép utca 7-es szám alatti ingatlan. Úgyhogy ez emiatt is kellene módosítani, és így kivezetnénk ezt az ingatlant is ebből. És még két okot szeretnék, vagy egy, igazából egy változtatás lenne. Ugye a Fenyves utca 10 szám alatt megtörtént ezeknek a 15 darab társasházi bérlakásnak a rehabilitációja. Ennek során ugye ezek az itt található lakások eddig egyrészt előtakarékossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján bérbeadható lakások voltak, kategóriába tartoznak. Tekintettel arra, hogy mostanra már az egész lépcsőház igazából előtakarékos bérlők laknak, így a javaslat az lenne, hogy ezt a Fenyves utca 10 szám alatti lakásokat a vegyes kategóriából előtakarékossághoz kötött bérlakások kategóriába sorolnánk át, viszont a Fenyves utca 15 szám alatti bérlakások eddig ugye szociális helyzet alapján töltöttük fel őket. Na most azt még hozzátenném, hogy az elmúlt időszakban például szociális bérlakásra 0 darab igénylés érkezett, még az előtakarékos lakásokra 20 igénylő érkezett, tehát az a tendencia figyelhető meg, hogy sokkal nagyobb az igény az előtakarékossághoz kötött bérlakásokra. Ennek megfelelően szeretnénk akkor átalakítani, tehát a Fenyves utca 15 számot alattit pedig eseti döntés alapján előtakarékossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbeadható lakások kategóriába sorolnánk át, tehát ez lenne a vegyes kategóriájú. Tehát egy ilyen csere történne. Ezt a rendelet módosítást a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Jogi Ügyrend és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozat javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása. Ugye új önkormányzati rendelet megalkotására lenne szükség. Röviden tényleg összefoglalom, hogy miért is szükséges ez. Ugye a közterület a rendeltetésének megfelelően bárki használhatja, a jelenlegi rendeletünk szerint is. Hát ennek használata azért jó esetben, sőt nagyon fontos az, hogy szabályozott módon is határok között történjen és történhet. Na most nekünk van egy közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletünk, egy 2009-es önkormányzati rendelet. Úgyhogy ennek a rendelet tervezetnek, ami most itt előttünk van, a hatályos, a 2009-es önkormányzati rendelet szabályozására épül egyébként. Tekintettel arra azonban, hogy ezeket a egyes változtatásokat, amelyeket azóta eszközölnünk kell, jogtechnikai okokból nem lehetett beilleszteni a jelenleg hatályos rendeletbe, vagy átvezetni, ezért új rendelet megalkotása indokolt. Az itt szereplő változtatásokra kerülne egyébként sor, egyes fogalmakat pontosítanánk, a második már fontosabb, hogy a közterületet használatot megelőzően és befejeztével a közterület felügyeletünk az egyrészt a hivatal munkatársával jegyzőkönyvben rögzíti magát a közterületet használatát, fényképfelvételt készít a közterület állapotáról, és ez az intézkedés, én azt gondolom, hogy segíteni a közterület állapotának a megőrzését. Tehát előtte is egy felvétel, utána is egy felvétel, és akkor nincs kérdés, hogyha esetleg valami probléma történik a közterületen. Aztán, ami még fontos változás, hogy a 2021-ben megjelent ITM rendelet alapján
A rendeletből kikerül, a külön önkormányzati rendelet állapítja meg a helyi közutak igénybevételével kapcsolatos díjakat, tehát ezt így külön kell választani. Eddig ugyanis a közterület helyi közutak igénybevétel és a közterület használat azt így egyben kezeltük, és ami még fontos így a végén, hogy a közterület használati díjak emelésére is javaslatot teszünk. 2010-es hatályba lépése óta erre nem került sor, mármint az emelésre. A mellékletben szerepel egyébként az is, hogy a régi közterület használati díj, illetve az új közterület használati díj. Azért nem olyan drasztikus emelésekre kerül sor, de hangsúlyozom még egyszer, tehát 12 éve erre nem került sor. Én azt gondolom, hogy itt az ideje annak is, hogy ezeket a díjakat emeljük, illetve egy kis szigorítás is van majd itt, vagy lesz majd a rendeletben a közterület használattal kapcsolatban, hogyha valaki nem annak megfelelően használja, akkor esetlegesen a fizetendő díj kétszeresét kell megfizetnie, és még ilyen apróságokkal egészül neki ez a rendelet. Jogi ügyrendi és pénzügyi bizottság elfogadásra javasolt a tisztelt képviselőtestület számára. Heringes Anita képviselőasszonynak adom meg a szót. Egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy azok a díjmentességet, akik kaphatnak, ott megvan a felsorolás. Igen. Amelyben leírjuk, hogy természetes személy esetén, ha saját tulajdon ingatlan előtt, vagy a lakótelepen lévő 10-es élelmiszeráruház és a spár előtti részen, ha nem haladja meg az 1 négyzetméter. Választási időszakon kívül akkor díjköteles lesz azon egyesületek, szervezetek kitelepülése, akik nem haladják meg az 1 négyzetméter, tehát ővelük mi lesz a helyzet? Tehát ugye szoktak lenni ezek a gyülekezési törvény, és akkor, mert ott ugye az nem, de az rendelet szokta szabályozni minden önkormányzatnál, hogy ő kére érte pénzt, vagy nem? Az 1 négyzetméter alatti területen. A törvény az felülírja ezt a mi rendeletünket. Jó. Én tudom, hogy az a felsőbb, csak hogy szerintem ilyenkor a rendelet szokott lenni az, aki pontosan szabályozza, hogy kell-e érte fizetni. Jó. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom. A döntési javaslatot kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, hát ugye szorosan kapcsolódik az előzőhöz, amikor már említettem is, hogy itt majd külön kell választanunk a két rendeletben azonos elbírálás alá eső területeket. Ez pedig a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról, valamint a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Itt is ugye egy új önkormányzati rendelet megalkotásáról van szó. Ugye, ahogy az előbb említettem, a Paksváros területén található helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakat jelenleg a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. Jelen előterjesztés keretében új önkormányzati rendelet elfogadására teszünk javaslatot, szintén az ITM rendelet hatályba lépése okán, és hát úgy ezért vált szükségessé az új rendelet megalkotása. Itt szeretném azt akkor előre bocsátani, de ez itt szerepel az előterjesztésben is, hogy többször keveredtek ugye itt a közterület használat engedélyezése és a helyi közút igénybevételére vonatkozó rendelkezések, ezért ennek a két területnek a szétválasztása indokolt. A közúti közlekedésről szóló törvény szerint a közút nem közlekedési célú igénybevételért igénybevételi díjat kell fizetni. Egyébként az ITM rendelet
az igénybevételi díj összegét helyi közút esetén a helyi önkormányzat rendeletében foglalt díjtételek alkalmazásával, melyek nem haladhatják meg itt a negyedik mellékletben szereplő értékeket kell megállapítani. Egyébként a rendelet tervezett egyes melléklete szerinti díjtételek meghatározása korábbitól lényegesen alacsonyabb összegben az ITM rendelet előírásai szerint alapján történt, vagy az alapján történt, így ebből kifolyólag egyébként a költségvetésekbe kevesebb díj folyik be ezután, de mondom, nekünk tartanunk kell ehhez magunkat, tehát nem lehet, nem haladhatják meg a negyedik mellékletben foglalt értékeket a mi rendeletünk által kiszabott díjak. Úgyhogy ennek tudatában, tehát és ezzel ezekkel a melléklettekkel terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé. A Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyébként elfogadásra javasolta ezt is a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a döntési javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk beszámoló Paksváros 22. évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról. Ugye hát most már egy nem kötelező feladatunknak teszünk eleget akkor, amikor fél éves beszámolót követően a 3/4 éves beszámolót is a tisztelt képviselőtestület elé terjesztjük. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az mindannyiunk számára, hogy így akár fél évente, akár 3/4 évben egy kis rálátással rendelkezzünk a költségvetésünkre, annak végrehajtására. Egyébként mind a szöveges előterjesztés alapján, mind a táblázatos előterjesztés alapján elmondható az, hogy időarányosan teljesültek mind a kiadás, mind a bevételi előirányzatok, mind a kiadási előirányzatok. Elmondható az is, hogy természetesen vannak olyan előirányzatok, olyan feladatok, amelyek már esetleg 100%-ban teljesültek 3/4 évkor, vannak olyan feladatok természetesen, amelyek még csak esetleg 30%-ban teljesültek, vagy 40%-ban teljesültek, de ez annak tudható be, hogy nyilván különböző feladatokról van szó, mármint specifikus feladatokról van szó, amelyek nem tudják követni ezt az időarányos teljesítést, de összességében hangsúlyozom, még egyszer elmondható az, hogy körülbelül 60-80% közötti a teljesítés. Beruházásaink tekintetében elmondható az, hogy közel 37%-os a teljesítés, felújításaink során pedig 1,4%-os teljesítés realizálódott. A teljes képet én azt gondolom, és ezt minden évben elmondom, majd az évvégi zárszámadás fogja számunkra megmutatni. Köszönöm szépen. Valamennyi bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést is, és valamennyi bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk pályázati kiírás a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár igazgatói állására. Ugye hát itt kötelezettségünknek teszünk akkor eleget, amikor megállapítjuk azt egyébként, hogy a jelenlegi igazgató vezetői munkaköre 2023. április 30-ának a napjával lejár, így május 1-ével történő betöltéséhez, az igazgatói állás betöltéséhez a jogszabályok szerint nyilvános pályázatot kell kiírni, ezt tesszük most meg, illetve itt a mellékletekben természetesen szerepel az, hogy kik azok, akik pályázhatnak, a munkakörbetöltésének feltételei, stb. Stb. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, az, hogy a 2023. évi februári ülésen dönt a
tisztelt képviselőtestület arról, hogy várhatóan a pályázatok elbírálásáról. Jó. A Humánpolitikai Bizottság természetesen elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolec István Városi Könyvtár alapító kiratának a módosítása. Technikai jellegű módosításról van szó. Ugye az előbb említett két intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-ével a munkatörvénykönyvéről szóló munkaviszonyá alakult. 20%-os bérfejlesztésben részesültek a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló, 2021-es bérfejlesztésről szóló rendeletben foglaltak szerint. Ezt akkor még az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás formájában folyosította az intézmények részére, és a támogatás elszámolása viszont csak a közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkción keresztül történhet, melyet nekünk az intézmények alapító kirata jelenleg nem tartalmaz. Ezt kell beillesztenünk az alapító okiratokba, és ennek megfelelően már az elszámolás is majd megtörténhet a későbbiekben. Tehát mondom, még egyszer technikai jellegű módosításról volt. Van szó, Humánpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Kétszer kell a jegyzőasszony? Mert van egy egyes, meg egy kettes. Akkor köszönöm szépen. Akkor először, igen, intézményenként, akkor először a Városi Múzeum, Paksi Városi Múzeum alapítókiratának a módosításáról szavazzunk. Kérem, szavazzunk. Köszönöm. 11 igen szavazattal elfogadta a testület, és akkor most a Városi Könyvtár alapítókiratának módosításáról kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Paksi Fejlesztési és Vanyaggazdálkodási ZRT számviteli politikájának módosítása. Ugye korábban döntött arról a képviselőtestület, hogy a PFV ZRT várhatóan a 2023. évben, első negyedévben, első fél évben egyesül a DC Dunakom ZRT-vel beolvadás formájában. Ennek az egyesülési eljárás mielőbbi lefolytatásának érdekében a beolvadási folyamathoz szükséges a vagyonmérleg készítése is, és emiatt kell igazából módosítani a számviteli politikát, hogy a vagyonmérleg elkészítésének a határidejét február 28-áról tegyük át január 31-ére, hangsúlyozom még egyszer, hogy minél hamarabb, minél gördülékenyebben megtörténhessen majd a beolvadás. Tehát lényegében erről szól az előterjesztés. A Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés és telekalakítási megállapodás jóváhagyása. 2 négyzetméter nagyságú területről, illetve egy 11 négyzetméter nagyságú területről van szó. Az előterjesztés részletesen leírja ennek az ügynek az előzményeit és a jelenlegi helyzetét, és a határozati javaslatban pedig
arra teszünk javaslatot, hogy a 2 négyzetméter nagyságú terület, illetve a 11 négyzetméter nagyságú terület tekintetében a 4-es számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal az adásvétellel vegyes csereügylethez és telekalakításhoz járuljon hozzá a tisztelt képviselőtestület azzal, hogy megosztásra kerülne a kérelmező, illetve az önkormányzat közötti megállapodás értelmében a költségeknek a fedezése. A geodéziai felméréssel és a telekalakítás engedélyezésével kapcsolatos költségeket maga a kérelmező, a telekalakítási megállapodás előkészítésével kapcsolatos, valamint a telekalakítás ingatlan nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos költségeket pedig az önkormányzat viseli. Illetve hát természetesen az adásvétellel vegyes csereszerződés és az ahhoz kapcsolódó letéti szerződés megkötésére pedig a polgármestert hatalmazza fel a testület. A jogi ügyrend és pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk Paks belterületi 4845/12-es helyrajzi számú ingatlan értéket és értékesítésre történő kijelölése. M Group Holding ZRT kereste meg Paksváros önkormányzatát azzal, hogy a fentebb említett ingatlant, amely egyébként 3805 négyzetméter alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, erre vételi szándék nyilatkozatot nyújtott be. Most arra szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy értékesítésre jelöljük ki ezt a területet. Egyébként megtörtént az ingatlan forgalmi értékbecslése ennek az ingatlannak, amely 94 millió 100 ezer forint. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és értékes ingatlan. Egyébként ez az ingatlan az elkerülő út mellett található garázssorok, illetve az energiaház között található Vácika utca, az új Vácika utca mellett. A kérelmező egyébként, a kérelmező elképzelései szerint itt egy komoly ingatlanfejlesztést szeretnének megvalósítani. Szóval egyrészt arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy értékesítésre jelöljük ki azzal, hogy az értékesítés összes költségét természetesen a kérelmező vállalja, illetve természetesen az elővásárlási jogról történő lemondás az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételét képezi, ugye a Magyar Állam részéről, illetve hát ugye le kell folytatnunk itt természetesen licit eljárást, és minden ennek megfelelő körülménynek meg kell felelnünk. A gazdasági bizottság, valamint a jogi ügyrend és pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Tíz igen, egy tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Döntés a következő napirendi pontunk, döntés a környezeti vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről, Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt. Sokszor megjárta már a tisztelt képviselőtestületet ez az előterjesztés, már nem ez, hanem az ezt megelőző előterjesztések, amelyek ezekhez az utakhoz kötődtek. Most igazából arra került sor, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartjuk-e a kiegészítésekkel kapcsolatban, mert itt ugye felmerült a pótkisajátítás a mezőgazdasági területek feltárását biztosító két út területére. Számos
államigazgatási szervet megkerestünk ezzel kapcsolatban, 14-et, ebből 10 válaszolt, és ebből leszűrhető az, összességében megállapítható, hogy nem tartják szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, és ezt szeretném kérni a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását is. A Városépítő Bizottság véleményezte és elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm. Következő napirendi pontunk, döntés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi dokumentációról és a partnerségi egyeztetésről. Itt a városi csomag tárgyalásos eljárásról van szó. Sokszor volt már ez az előterjesztés is előttünk. Ugye ennek keretében 9 téma kerül vizsgálatra, mely közül 3 esetben a módosítás előkészítése, megalapozása céljából telepítési tanulmányterv, egy esetben engedélyezési terv, a többi esetben pedig a HÉSZ szöveges, illetve szabályozási terv rajzi javítása, kisebb módosítása történik. Itt most a képviselőtestületnek arról kell döntenie, hogy ezen TTK-k, azaz telepítési tanulmánytervek tartalmát megismerte, és elfogadja azzal a feltétellel, hogy a tervező szakmai véleményezésében foglaltakat tovább tervezés során figyelembe kell venni, és még sok-sok pontot fel lehetne itt sorolni. Tehát 2 dologról kell döntenünk egy szó mint száz, az egyik a partnerségi dokumentáció elfogadásáról elsőként, és aztán a partnerségi véleményekről, valamint a partnerségi szakasz lezárásáról szükséges döntést hozni. Egyébként a partnerségi szakaszban lakossági fórumot hirdettünk, október 7-én került közzétételre, 18-án 5 órától itt a polgármesteri hivatalban megtörtént a lakossági fórum is. A partnerségbe való bejelentkezés október 26-a volt, a határidő nem történt bejelentkezés, így ennek értelmében a partnerségi szakasz lezárult, én azt gondolom. Úgyhogy erről a 2 dologról kellene most határozatot hozni a tisztelt képviselőtestületnek. A Városépítő Bizottság elfogadásra javasolta mindkét határozati javaslatot, tehát majd 2-szer is kell szavaznunk. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor először a partnerségi dokumentációm elfogadásáról szavazzunk. Kérem, tegyük meg. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. És most a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk döntés településrendezési eszközök módosításának elindításáról, városi csomag teljes eljárás műszaki hatósági csoport javaslatainak vizsgálata 5 tárgyú határozat módosításáról. Ugye itt alapvetően a kisebb javításokra került sor, amely a határozati javaslatban szerepel is, tehát a kérelem összefoglalása, egyes számú mellékletben található egy kérelem összefoglalása 9. pont helyébe az itt szereplő rendelkezés lép, tehát ilyen javításokról van csak szó természetesen, illetve az egyes számú melléklet 11. ponttal egészül ki, mégpedig azzal, hogy 70-30 Paks HÉSZ hibajavítás VKM helyett VIM-re javították a besorolást. A Városépítő Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm.
Következő napirendi pontunk új kiemelt fejlesztési terület kijelölése, valamint ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosítása, a szükséges településfejlesztési döntés, településrendezési eszközök módosításának kiegészítése, városi csomag, tárgyalásos eljárás. Itt ugye a 9 téma közül az itt szereplő, előterjesztésben szereplő 3 témában szükséges a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás terület lehatárolásának érintett ingatlanok pontos meghatározása. Itt egyrészt a VHB vagyonkezelő Kft. Ipari parkban lévő területénél kell ezt megtennünk, az Atompark Kft. Kérelmében szereplő építési övezetének megváltoztatása ügyében már kiemelt fejlesztési területtel nyilvánította a képviselőtestület, és a módosítást elindította, valamint a Dunapart Gesztenyesor határozatban szintén egy határozatban lehatárolt területet kiemelt fejlesztési területtel nyilvánította és módosította a tisztelt képviselőtestület. Most itt ezeknek kapcsán kell elindítanunk a településfejlesztési döntést. Itt szintén, ahogy ezt már megszokhattuk, le van írva, hogy hány lépésben tudjuk ezt megtenni, illetve tervezési programot kell készíteni, úgyhogy erről kellene most döntenünk. A Városépítő Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ha nincs kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 1053-as helyrajzi számú, 2510-es helyrajzi számú és az 1927-es helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése. Itt visszatérnék a nem tudom már melyik napirendi pontunkra, egy korábbi napirendi pontunkra, amikor is ugye ezeket az ingatlanokat kivettük a bérlakás besorolás alól, tehát a Deák Ferenc utca 18 szám alatti Fehérvári úti ingatlanunkról, illetve a Haladás utcában található ingatlanunkról van szó, tehát ezeket az ingatlanokat, mivel ugye már korábban is született erről egy ilyen elvi döntés a tisztelt képviselőtestület részéről, hogy ezeket az ingatlanokat értékesítjük, most jelölnénk ki értékesítésre ezeket az ingatlanokat, ehhez kérem a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását. Ugye a Deák Ferenc utcai ingatlan az 31 millió 300 ezer forint a felbecsült értéke, Fehérvári útinak 16 millió, Haladás utcainak 15 millió forint a felbecsült értéke. És hát itt is ugye nyílt licit eljárás keretében történne ezen ingatlanoknak az értékesítése, vagy adásvétellel, vagy cserével is természetesen lehetőséget teremtünk arra, hiszen a célunk az, ezt is már számtalanszor megbeszéltük, hogy az ebből befolyó összeget olyan bérlakásokra fordítanánk, amelyeket sokkal jobban tudnánk esetleg a későbbiekben hasznosítani. Köszönöm szépen. A Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tisztelt képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozott javaslatot, kérem szavazzunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 2022. évi igazgatási szünet elrendelése. Itt most mindenféle előzetes ismertetés nélkül azt javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy ezt minden évben megtesszük, hogy a 2022. évben december 27-től 30-áig, tehát 27-e, 28-a, 29-e és 30-a napjaira rendeljen el igazgatási szünetet. Ugye ez az elmúlt évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően történne. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk.
11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm. Következő napirendi pontunk a közbeszerzési tervünk 2. számú módosítása, 22. évi 2. számú módosítása. Önkormányzatunk bevonásra került a HUMDA, Magyar Automotor Sport és Zöld Mobilitási Fejlesztési Ügynökség, ZRT által koordinált elektromos hulladékszállító mintaprojektbe. Ugye a projekt célja az, azon túl természetesen, hogy itt ilyen környezetvédelmi igényeknek és elvárásoknak megfeleljünk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén is megvalósuljon ez az elektromobilitás. Ennek keretében kerülne itt Pakson is, másik három helyszín mellett arra sor, hogy három olyan járművet, elektromos meghajtású járművet, illetve ezekhez a járművekhez kapcsolódó töltőinfrastruktúrát építsenek ki, amelyet az itteni hulladékgazdálkodási társaság tudna használni. Tehát ezek kerülnének beszerzésre az önkormányzat számára. A projekt kedvezményezetti költségvetése 1,8 milliárd forint. Természetesen a gépjárművek uniós nyílt eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Ennek meghirdetésére idén decemberben kerülne sor, kb. Ugye itt a szokásoknak megfelelően 2023. március hónapban érne a végére az eljárás, a járműbeszerzések pedig a három érintett szervezet közös eljárás keretében valósítja meg. Ez a három érintett szervezet természetesen maga a kedvezményezett, illetve maga a HUMDA, aztán a mi önkormányzatunk, és természetesen a Vertikál ZRT, amely ezeket a járműveket használná. Na, ennek a beszerzésnek, ezen beszerzés miatt kellene módosítanunk a közbeszerzési tervünket, itt látható pirossal jelölve a módosítás. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban Barnabás István képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Én változatlanul nem értek egyet azzal, hogy ne legyen valódi versenyeztetés a mi közbeszerzéseinkben, márpedig ezek a pontok a KBT-ben, főleg a 115-ös paragrafus szerinti eljárások, azok nem jelentenek véleményem szerint valódi versenyt. Ez egy álverseny, ez egy meghívásos verseny, akár egy cégcsoporttól is lehet nyugodtan meghívni egymással összejátszó ajánlattevőket. Úgyhogy én ezt nem fogom támogatni, eddig se támogattam az idei szavazásokon a közbeszerzési tervnek a különböző változatait, most ezt sem fogom támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt azért hozzáfűzném, hogy magát az eljárást nem mi folytatjuk le. Nekünk csak azért kellett a közbeszerzési tervünket módosítani, mert aztán a szerződést viszont mérjük alá. Tehát magát a nyílt uniós eljárás keretében megvalósuló közbeszerzést azt nem mi folytatjuk le, hanem a HUMDA folytatja le. Köszönöm. Jó, ha nincs több kérdés és észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, kérem szavazzunk. Nyolc igen, egy nem, két tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestület, köszönöm szépen. Akkor a következő napirendi pontunk, vizsgálat kezdeményezése a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT-nek 177/2020-as számú határozat alapján folytatott homokbánya üzemeltetési és hasznosítási tevékenységével kapcsolatban. Átadom a szót előadónak, előterjesztőnek, Barnabás István képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Nem először van itt ez az ügy, próbálkoztunk más az SMS-nek egy másik paragrafus alá a képviselőtestület elé hozni, aztán végül úgy döntöttünk, hogy ez lesz a legmegfelelőbb, annál is inkább, mert ugye most a spórolás jegyében
egyfajta együttműködés van, tehát talán a bizalmat is építheti az, hogyha ezt az ügyet ezt együtt fogjuk feltárni egy paritásos bizottságban. Az ügyről csak annyit, hát leírtam itt az előterjesztésben, kizárólag tényeket írtam le, semmiféle fikciót, tehát én arról nem írtam, hogy mennyi a piaci ára a homoknak. Ugye mi 100 forintért adtuk el, vagy a mi cégünk 100 forintért adta el, a piaci ára akár több ezer is lehet. Én csak arról írtam, hogy a jogszabály szerint, amiután a kitermelt nyersanyag után fizetendő adót kell fizetni, egy vélelmezett árat állapított meg a jogszabályalkotó valamikor 2010 környékén. Ez egy kormányrendeletnek egy mellékletében található meg, ami ugye 870 forintot ír elő, hogy annyi nyersanyag ár után kell fizetni a bányajárulékot, az ennek az 5%-a, ami az államot illeti. Tehát elég nagy különbség van a 100 forint és a 870 forint között is. Ezt szeretném ezzel a vizsgálóbizottsággal kivizsgálni, hogy ez hogy alakult ez a szerződéskötés, érte-e kár az önkormányzatot, ez azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, amire választ kell kapnunk. Azt szeretnénk, hogyha ez a bizottság, ez két fideszes képviselőből és két PDF-es képviselőből állna. A PDF-es képviselők személyére majd Heringes Anita képviselőasszony fog javaslatot tenni, és én azt kérném, hogy ennek a bizottságnak adjanak zöld utat a tisztelt képviselőtársak, és februárra hagyd tudjuk letenni erről szóló jelentést mindenki megnyugtatására, a képviselőtestet asztalára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor tisztelt képviselőtestület. Egyelőre még nem módosító javaslattal szeretnék élni, csak egy kérdést szeretnék így megfogalmazni a tisztelt képviselőtestület minden tagja felé. Véleményem szerint az MÖTV és a mi SMS-ünk szerint is van ennek a jellegű feladatnak, vagy az ilyen jellegű vizsgálatok lefolytatásának egy megfelelő fóruma, ez pedig véleményem szerint a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság, amelynek a hatáskörébe, feladatkörébe tartozik az ilyen jellegű kérdések. Ennek az előnyeire szeretném felhívni a figyelmet, méghozzá azzal, hogy ha és amennyiben a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozna ez a feladat, akkor nem kellene egy új önálló bizottságot felállítani, nem kellene annak ügyrendjét kidolgozni, elfogadni, nem kell alakuló ülést tartani és egyéb járulékos feladatokat elvégezni, illetve az elnök javadalmazásától is el tudnánk tekinteni, hogy képviselő úr is fogalmazott ilyen ínséges időszakokban. Egyébként, ha a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság feladatkörébe tartozna ez a feladat, akkor így megvalósulna az előterjesztő elképzelése is egyébként, hiszen két Fidesz-KDNP-s, illetve két PDF-es testületi tagja lenne, és az elnök is természetesen, elnök asszony is PDF képviselője lenne, meg hát természetesen tanácskozási jogkörrel bármelyik képviselő részt vehetne ezeken a bizottsági üléseken. És akkor most fordulnék kérdéssel egyrészt a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnökéhez, illetve a jelenlévő képviselőtestületi tagokhoz, azon tagokhoz, akik a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság tagjai, Horváth Zoltán úrhoz, Pálmai Klára asszonyhoz és Antoni Józsefné asszonyhoz, hogy mi a véleményük esetleg ezzel a javaslattal kapcsolatban. Heringes Anita képviselő asszony. Támogatom Barnabás István kezdeményezését, hogy ez egy vizsgálóbizottság legyen külön. Mégpedig azért, mert
bár ahogy polgármester úr is elmondta, két fideszes és két PDF-es képviselő vesz részt a jogi ügyrendi bizottságban, mellette két civil, amely hát azért részrehajlóbb. Szerintem ez egy paritásos bizottságban azért korrektebb, hogyha ez egy olyan vizsgáló bizottság, ahol 50-50%-ban vesznek részt a felek, és hoznak egy a testület elé egy döntési lehetőséget, mert akkor nincs az, hogy egy többségi szavazással le lehet szavazni, hanem ott győzzék meg egymást az ott ülő emberek. Én ezt jobb lehetőségnek látom, és egy tisztább szavazás tudna lenni a végére. Köszönöm szépen. Még mielőtt... Jó. Horváth Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestet. Én szeretnék itt a jogi hátteret, hogyha megvilágítanák az itt ülők, hogy nem feltétlen kell ott döntést hozni, hanem ugye a képviselőtestet elég kellene tárni ezt a javaslatot, és a képviselőtestületnek kell dönteni ebbe. Tehát ott nem lenne döntés ebben, ha jól tudom. Ha megerősítnek ebbe, akkor... Milyen döntés lehetne? Csak jelentés lehetne. Jelentést, így van, így van. Tehát nincs ott semmiféle döntés, tehát jelentést megteszi a bizottság. Igen. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Szántó Zoltán alpolgármester úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Annyiban módosítanék, hogy közbenső döntést kell hoznia a bizottságnak, hiszen döntésben tesz javaslatot gyakorlatilag a képviselő testület döntésére vonatkozóan, tehát hogy ott valamiféle döntési javaslattal a képviselő testület felé elő kell, hogy álljon mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még mielőtt átadnám a szót, én nagyon fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a jogi ügyrendi és pénzügyi bizottságnak ez kimondottan a feladata, hogy ezeket az ilyen jellegű vizsgálatokat lefolytassa. Tehát én azért gondoltam arra, hogy teljesen felesleges létrehozni erre egy külön vizsgáló bizottságot, mikor a jogi ügyrendi és pénzügyi bizottságnak ez az SMS-ben foglalt feladata, akkor kérdezem én, akkor milyen feladatot lát el. Tehát én azt mondom, hogy ő lássa el ezt a feladatot, és igen, utána úgyis a képviselőtestület elé kerül az a megállapítás, az a jelentés, amit a jogi ügyrend és pénzügyi bizottság majd elénk tár. Köszönöm szépen. Barnavás István képviselő úr. Semmiféle kuriózum nincs egy vizsgálóbizottság felállításában, az előző ciklusban is kettő vizsgálóbizottság legalább működött. A tudtommal a PDA-t, meg a Mezőföldvíz Kft. Gazdálkodását vizsgálta, még Süli János polgármestersége alatt egy két vizsgálóbizottság. De még ha régebbi ciklusokra visszamegyünk, a 2002 és 2006 közöttire akkor is működött vizsgálóbizottság, én emlékszem rá. Úgyhogy nyilván itt külön javadalmazásról szó se lehet, tehát nem kell semmiféle alapszabály egy bizottságnak, amit létrehoz a képviselőtestet a MÜTV szerint és az SMS szerint működnie kell. Kell alapszabály ez a képviselő. Akkor viszont erre már van példa az önkormányzatnál, mert az, hogyha most kell, akkor az kell. Pár évvel ezelőtt is kellett. De én nem jogászkodásba mennék át ilyen téren. Semmi gond, ha úgy dönt a képviselőtestület, hogy ezt nem támogatja, ezt az előterjesztésemet, akkor is az ügy ki lesz vizsgálva, csak nem általunk, hanem a bűnüldözés az igazság szolgáltatási szervek által, akár már holnap ő hozzájuk fordulhatunk. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen döntés nagyon káros lenne a képviselőtestület hírnevére vonatkozólag, mert ez egyfajta beismerése lenne a többségnek, hogy ebben az ügyben igenis van takargatni valónk, és igenis nem az ügynek a feltárása a célunk, hanem a ködösítés és a felesleges jogászkodás és mellébeszélés. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, én nem a vizsgálóbizottságok létjogosultságát kérdőjeleztem meg. Én
arra tettem javaslatot, hogy mivel még egyszer, hogy a jogi ügyrendi és pénzügyi bizottság feladatkörébe, hatáskörébe tartoznak az ilyen jellegű vizsgálatok, ezért gondoltam arra, hogy akkor folytassa le ez a bizottság. Ugye biztos képviselő is ismeri a viccet a bizottságok létrehozásáról, de jó, tehát én és azt sem mondtam, hogy elzárkóznék a vizsgáló bizottság létrehozásától, amit most itt képviselő úr hirtelen felindulásában felvetett. Én csak egy javaslatot próbáltam tenni arra vonatkozólag, hogy ha már van egy ilyen bizottságunk, akkor felesleges véleményem szerint még egy bizottságot létrehozni, tehát semmiféle takargatnivaló nincs egyébként, egy javaslattal éltem, és hangsúlyozom még egyszer, nem a vizsgálóbizottság és nem is a jogi ügyrendi és pénzügyi bizottság feladata elől zárkóztunk itt el, hanem csak egy javaslatot próbáltunk megfogalmazni. Heringes Anita képviselőasszony. Nagyon szépen köszönöm, így is úgy is ugye a egyfővel lévő többség fog dönteni ebben a kérdésben. Ha azt fogja dönteni, hogy a jogi ügyrendi bizottság lássa ezt a feladatot, akkor el fogja látni. Azzal együtt, hogy mondom, szerintem az lenne a korrekt, ha olyan bizottság tárgyalná le, ahol 4 főül, 2 innen, 2 onnan. És nem fideszes volt jelöltek külső bizottsági tagként tudnák eldönteni, hogy akkor milyen jelentést tesz le a bizottság a testület elé. Mert a jelentésről nekik dönteni kell, hogy abban mi szerepel. És az csak többségi döntéssel tud születni. Én ezért tartom sokkal korrektebbnek, hogyha javadalmazás nélkül képviselőtársaink nyilván több feladatot vállalva ezzel, de ellátják ezt a feladatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ahogy az előbb említettem, én egy kérdést fogalmaztam meg, nem pedig azt, amit Barnabás István előrevetített, hogy mi esetleg ezt a kezdeményezést leszavaznánk, szó sem volt erről. Egy kérdést fogalmaztunk meg, a logika diktálta, nem csak a logika, hanem az SMS-ünk is ezt diktálta, de ha így dönt, mondom még egyszer, ez egy kérdés volt, de ha ettől elzárkózik a PDF, akkor természetesen vizsgálóbizottságot hozunk létre. Igen, ja, és még egy, azzal viszont szeretnék élni azzal a módosító javaslattal, hogy azért egy ilyen vizsgálat lefolytatása, én azt gondolom, hogy a határidő, ami meg van fogalmazva az előterjesztésben, az egy elég szoros határidő, így az a javaslatom, hogy január 31-éről, igen, február 28-ára toljuk ki a vizsgálóbizottság működését, illetve az azt követő, tehát a márciusi testületi ülésre terjessze elő a vizsgálóbizottság a véleményét. Teszem ezt a javaslatot azért, hiszen mindannyian tudjuk, hogy december 15-e után eléggé, hogy is mondjam, leáll az ország működése kis túlzással, aztán amikor újraindul, az körülbelül január közepe, ezért teszem ezt a javaslatot, hogy az idő rövidsége miatt szeretném, hogyha, és ezzel a módosító javaslattal viszont élni is szeretnék, hogy február 28-áig toljuk ki ezt a határidőt. Köszönöm. Szántó Zoltán alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, annál is inkább támogatom polgármester úr javaslatát, mert ugye, hogyha tényleg szeretne mélységében elmerülni ez a vizsgálóbizottság ebben a kérdéskörben, akkor adott esetben, ha külsős szakértő bevonása, mint olyan felmerül, már pedig jogi és árszakértői kérdésekről van szó, tehát mindenképpen javasolt. Ugye itt egy beszerzési eljárás során be kell szerezni ezeket a szakértőket, számukra rendelkezésre kell bocsátani a általa, illetve a bizottság által meghatározott iratok körét, illetve a teljesítésre is egy észszerű és betartható határidőt kell adni, és abból a szempontból kiindulva, ahogy polgármester úr is fogalmazott, hogy február 15 és január 15 között egyébként is az országban zajló munka az meglehetősen belassul, másrészt pedig, ahogy egy előző
előterjesztésben jóvá hagyta a képviselőtestület, ugye a két ünnep között pedig igazgatási szünet került elrendelésre a polgármesteri hivatalban, akkor annak érdekében, hogy alapos munka készülhessen elő, én is javaslom, hogy egy kicsit tágabb határidőt biztosítson ennek a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm. Heringes Anita képviselőasszony. Szerintem a tág határidőt én támogatni tudom, és képviselőtársaim is. Nyilván az előterjesztőnek kell eldönteni, hogy számára ez megfelele. Én csak javaslatot tennék, hogy amennyiben ez a vizsgáló bizottság áll fel, akkor Barnabás István és Mezősi Árpád képviselje a mi csapatunkat ebben a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor másik két jelent. Akkor most először reagálnék a képviselőasszonynak a javaslatra a két személy, és akkor utána adnám meg a szót képviselő úrnak, ha megfelel. Én azt gondolom, hogy el tudjuk fogadni a két jelöltet, és akkor mi is tennénk javaslatot a két jelöltre. Az egyik jelöltünk Antóni Józsefné képviselőasszony lenne, a másik jelöltünk pedig Pálmai Klára képviselőasszony lenne. Köszönöm. És akkor Barnabás István képviselő úr. Csak azért kértem szót, hogy akkor, mint előterjesztő, én akkor befogadom ezt a határidő módosítást, és akkor erről nem kell külön szavazni. Köszönöm. Bocsánat, a jelölteket. És a jelölteket is. Jelölteket. A jelölteket. Jó. Jó. Jó, köszönjük szépen akkor. Igen. Jó. Rendben, hogyha akkor nincs több kérdés és észrevétel, akkor ezzel a módosítással, amiről már ugye újra nem kell szavaznunk, hanem akkor az előterjesztő által elfogadott módosítással bocsátom szavazásra a határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Ja, akkor egy pillanat. Köszönöm. Igen, akkor az elnök személyéről még döntsünk. Nem, a tagok közül, a négy fős a bizottság, három tag egy elnök. Igen. Igen, akkor az előterjesztésben már van arra vonatkozólag, hogy egy PDF-es képviselő lenne az elnök. Elfogadjuk. Elfogadjuk. Akkor most szavazzunk a határozati javaslatról. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. A képviselőtestület a napi rendi pontokat megtárgyalta, a munkáját elvégezte. 15 óra 8 perckor bezárom a testületi ülést. Köszönöm szépen.